Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Battlefield 1 Support Loss megértése. Meleg szeretettel ajánlom figyelmetbe a fegyverek megértése első és második rész videóimat, ugorj rá a csatornámra, nézd meg, mert valamilyen szinten kapcsolódik ehhez a videóhoz, és természetesen nagyon hasznos információk vannak azokban a videóban, ami segített rávilágítani egy-két olyan dologra, amit esetleg elfelejthettél. Nos, de rátérve a Support Classra, az igazság az, hogy ebben a Battlefieldben ugye kevés supportos látsz. Annál több sniperest, kevés mediket, kevés supportost és az asszoltos. Tehát inkább az asszoltos és a sniperes veszem észre, hogy egyelőre a játékban dominál. Természetesen ez változni fog, és van egy olyan érzés, hogy csak azért változik, mert hogy előbb-utóbb az emberek elkezdik challenge-elni azokat a fegyvereket is, ki akarják húzni maxra, de akkor is visszaáll majd egy tendencia erre a sniperes és asszolt kombinációjára idővel. Nos, de viszont miért lehet ez? Tehát egyrészt, mikor én is először a support classhoz nyúltam, és el nem kezdtem egy kicsit tanulmányozni a fegyvereket, még azelőtt rájöttem, hogy azért valami nagyon csúnyán változott, és javítsatok ki, ha nincs így, ugye mennél azzal a support classzal, és darálnál, mint az őrület, és nem működik, és egy adott ponton lehet, hogy azon kapod magad te is, hogy így dobálod a zambó kréteket, és akkor te igazi supportos vagy, és ilyenkor ugye kérdezheted magadtól, hogy hát jó, de én jó fiú vagyok, én dobálom az ammókat, de szeretnék benne lenni a darába, és szeretnék killeket, szeretnék killekért játszom, ha megkapom a killeket, akkor jobb csapatjátékos leszek, feldobom a napomat, és a többi. És a support klasszal, ugye a medic klasszal is, de arról is majd valószínűleg fogunk beszélni, kicsit ezt azért nehezebb elérni, ugye, mert ha felosztjuk a kasztokat, akkor itt most az Assault Battlefield 1-ben tényleg arról szól, hogy ő megy, és ő az, aki kockáztatja ezt a százas kis életét, megy, darál, neki lesz sok killje, de lesz sok halála is, azért, mert ő megy az akcióba. A sniperes az fele-fele eshető, ha akar, mehet, ha nem akar, nem mehet. Viszont a medic és a support ebből a szempontból egy kicsit más tészta, de a medicről beszélünk majd egy másik videóban. És ugye a supportnál van egy fegyver réteg, ugye, ami mi kell ahhoz, inkább közöljük meg innen a dolgot, mi kell ahhoz, hogy be tudjál törni a darába, és te is ott legyél, és zúzzál, mint az állat. Hát kell egy olyan fegyver, ami közelre, gyorsan lő, és viszonylag nagyot sebez. Tehát megfelelően nagyot sebez ahhoz, hogy közelre, ha ügyes vagy, le tud lőni ugye az ellenfelet. Na most, a supportoknál ez egy kicsit meg van fordítva. Van olyan fegyver, ami darál, gyorsan lő, viszont kurvára nem sebez akkorát, amekkorát kellene. Tehát ez azt jelenti, hogy egy asszoltos közelről le fog lőni, mint a szar. Továbbá van a másik kategória, ami nagyot sebez, csak viszont megőszűsz, amire kiüríti a tárat. Ezzel a kivétel képezhet a bár, ha egész ügyes vagy vele, de az is viszonylag lassan lő című történet. És akkor még ráadásul az egész fel van osztva trench, lightweight és storm, meg a optik, meg anyám kínjára, minden szarra, és vakarod a fejed, hogy mi a francot válasszál, és már feloldottad az egész super class izét, és nem tudod, hogy mit csináljál. Akkor jöjjön egy rávilágítás, amit szeretném felhívni a figyelmet. A support class-t én, Speckó, úgy nevezem BF1-ben, hogy a befejező ember. Ugyanez lehet igaz a medikre is. Tehát a befejező ember, mit akar a befejező ember? Egy kicsit trükkösebbnek kell lenned. Légy valóban egy support. És ez alatt azt értem, hogy egy picit maradj a háttérben. Hadd menjen az asszoltos, hadd menjen utána a medik, és te kicsit maradj a háttérben. Mire gondolok így? Maradj és figyeld a csatateret. Figyeld azt, hogy hova repülnek a golyók, és honnan. Leginkább az, hova lőnek a társaid, és kövess a társaidnak úgy, abban a szempontból, hogy nézd meg, hogy hova lőnek, és killeket akarsz, akkor figyelj, lobj! Mire gondolok itt? A társad lő egy embert, ha látod, hogy lövik, te légy az, aki befejezi az utolsó lövést. Mire gondolok itt? Alapvetően a support fegyverek nagyot sebeznek. Lassak, de nagyot sebeznek. És mivel, hogy ugye a társaid lőnek ugye egy embert, a te golyód lehet az, ami eldönti az, hogy kill vagy nem kill.
És hogyan segíti ez elő a csapatodat? Az teljesen mindegy, te megkapod a killt, és abban segíted elő a csapatodat, hogy mivel hullanak az emberek, és supportos vagy, és neked is köszönhetően hullanak az emberek, mindig előrébb tudtok nyomulni, te előrémulsz, leadod az ammót. Ha az asszoltusnak ammó kell, ha a mediknek ammó kell, és sikít, hogy ammó kell, nem te mész oda hozzá, ő jön oda hozzád. És ez nagyon fontos feladat. És ugyanez igaz a medikre is. Nem te viszel életet, ők jönnek életért. Mert ha te mész egy asszoltos után, vagy bárki után, aki be van nyomulva a golyók közepette, megdög lesz. Tehát ott nem lesz cécó. És észrevettétek, hogy Battlefield 1-be minél többet vagy az akcióba, annál több halott vagy. Ha megállsz fél percre valamiért, halott vagy. Tehát a medik mit csinál? Megáll. A supportos, hogy igazán jól tudjon lőni, meg kell álljon, és már is halott vagy. Tehát 10 másodperc, és meghalsz abban a játékban, hogyha megállsz. Nos. És ezért egy kicsit te vagy ott az a közétel, ugye van a sniperes, van a supportos, a medic, ahol kell ott rohangál a kettő között, és van ugye az asszoltos, aki tényleg az ő feladata az, hogy törjön előre. A te feladatod meg az, hogy ő eljöjjön ammóért, és te befejezd azt, amit ő nem tudott befejezni, ott kezdődik, tehát ez egy support. A support nem az, hogy supportálod őket a golyókkal, körbelövöd az ellenfelet, mint az őrület, mert nem lehet eltalálni semmit a support fegyverekkel. Nem az a feladat, hanem az, hogy segítsd őt a támadásban, érted? Tehát ő elkezdi sebezni az ellenfelet, te fejezd be azzal az egy-két golyóval, neki kell a mód. Dobjál le oda magad elé, majd ő eljön, érted? És megy tovább. Ha élet kell, megint csak mondja meddig, és akkor majd ő megy tovább. Tehát, hogyan, aki szereti ezt a játékot, amilyen lehet nyomulni, nincs vele baj, csak ügyelj arra, hogy legyenek körülötted mindig emberek, akik lövik szintúgy veled együtt azt az ellenfelet azért, hogy te végül megkaphasd azt a két. Persze, fele-fele esélye van, hogy neked jut, vagy nem neked jut, de legtöbbször neked jut, mert a fegyvered akkor át fog sebezni. Fejezd be azt, amit a társadalmak elkezdenek, vagy szupportáld őket a munkájukban. Tehát ezt erre gondolok. Nos, egy ilyen szempontból lehet hozzáállni a supporthoz. Remélem, hogy egy hasznos infót árultam el, vagy egy hasznos meglátást a supportra. Majd egy videóban fogunk foglalkozni a pályaszerkezetekkel is. Hogyha szeretnétek, addig is köszönöm a figyelmet. Sziasztok! We control all objectives. You're at the spawn key. Guys, nuclear on board. Ez az automata puska, ameddig én nem olyan szar amúgy. Want to could make változatot. Depresszelom a scoutokat. Az egy látszó ról. Az nekro. Gyere, nekről meggyógyítunk. Kérlek. De nekem már visszamennem addig. Hirdet. We have taken objective Edward. Kösz. Nem én vagyok. Gotta capture the objective! És én halok meg. Geci 20 HP-val túléli. Azt hiszem, teszkült. Legalább. Ellenfél is van egy láncszó. Megnézem. Mint hogyha egy tüzelt van. Hát ugye egy nyomodat adott, akkor látom, hogy ki mivel van. Visszabúznak, srácok. Én most foglalom D-t vissza. Számítottam erre, hogy ott várják, hogy jött. De miért szól a játék? Egyen! Tök jól már le erről, mert idegesítő. Leéledek azt akkor már fedezékben. Enemy armor. Mivel szedjük ki az armor tűnt amúgy? Tehát itt nincsen semmi jövő. Ez egy dobáljuk egy kis gránáttal baszol. Nem váltok át a szótra addig, amíg nem leszek meg rang 10-es ezzel a...